Margita megye lakói szeretnének olyan közhivatalokat, amelyekben bízhatnak, amire támaszkodhatnak, és amelyik ott van mellettük a bajban is, vagy az örömben, és a kihívások, illetve a problémák tekintetében is. Átszerveztük a hivatalt, csökkentettük a hivatali személyzet számát, lefokoztunk néhány struktúrát, megszüntettünk néhány vezetői állást, de mindezt úgy tettük, hogy a feladatoknak ne essen kára, ellenben minél átláthatóbban tudjanak a kollégák dolgozni, minden szélesebben, ne csak így, mint ahogy szokták mondani a szemellenzővel, ugye az igás állatok, hanem legyenek tekintettel a megye lakosságára, a szolgálatkészséggel legyenek jelen a problémákban, és mindezt digitalizáció összes lehetséges eszköztárával, a bürokrácia csökkentésével és a feladati határidőknek a csökkentésével, időtartamnak a csökkentésével tegyük meg. Úgyhogy mindenféleképpen ennek a döntésnek kedvezményezettje Hargita megyének a lakossága. Néhány problémát igyekeztünk megoldani, ami a struktúrában mostanig észlelt volt, és igyekeztünk azokra az elvárásokra, kérésekre, prioritásokra, célokra, válaszokat, megoldásokat találni, amelyek által úgy gondoljuk, hogy az új struktúra képes lesz kivitelezni ezeket, megvalósítani ezeket a célokat. Nagyobb változások, amelyek a struktúra módosítást jelentik, gyakorlatilag a főépítészhivatalnál vannak. Ennek keretében fog tovább működni a közigazgatási osztály. Tehát ez az osztály az, amelyik Hargita megye tanácsa részéről a direkt kapcsolattartásért felel, úgy a lakosság fele, mint a polgármesteri hivatalok fele. Az átszervezés egy ilyen arculati megújulással is összetársul. Az elmúlt évben gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egy megbízott, tehát szerződéses alapon megbízott fejlesztő csapat dolgozott a Hargita megye tanácsának az új arculatán, új arculati elemek lettek kidolgozva. Csak úgy lehet egy csökkentett hivatallal dolgozni, hogyha önökre számíthatunk továbbra is, elküldik a megjegyzéseiket, meglátásaikat, véleményeiket, ötleteiket, rengeteg jó mintát küldtek, és ezért köszönet, mert sokat ezek közül tudtunk hasznosítani is. Úgyhogy ez a hivatal igazából a megye együttműködésében élő, tevékenykedő hivatal. Ebben kérem az önök további partnerségét.